אנחנו לומדים בכתבי רבש, כרך א', עמוד 107. תיאת רבא שבע שאולבשונג. כתש כתת, מודיק אז עוד הסעמות. Tehát az ő az arcát a fal felfedte, hogy így van a Zohárban. Rabbi Júda elkezdi elmagyarázni, hogy ő az arcát a fal felé fordítja és dicsőti az Urat. Ezek az ő szavai a Szulám kommentárokban magyarázó. Az embernek kizárólag a fal felé fordulva lehet imádkozni, és pedig semmit nem kell figyelni, ami köztes a fal között van. Ezért mondjuk, hogy a fal felé fordulva, mert a fal az imádkozásnak a célja. Meg kell, hogy értsük, hogy mit jelent a fal, és amely felé imádkoznunk kell. És mi az, amiről írva van, hogy semmi nem lehet köztem és a fal között. A Zohár elmagyarázza ezt, hogy a fal az Úr, a Sekinának a fala. És ennek megfelelően a világban el kell magyaráznunk azt, hogy mondva van, hogy nekünk a falhoz kell imádkozni, a fal mellett, azaz a Sekináz a legközelebbi pontra kell húzódni, bár még mindig nem tudjuk, hogy mi a megközelítése a falnak, ez pedig úgy kell magyaráznunk, hogy semmi nem szabad, hogy az ember és a fal között legyen. Ezért magyarázok azt, hogy amilyen mértékben én képes vagyok a hitbe emelkedni, megmosni a rituálisan a kezemet, viszem a pálmalevelet a kezembe, a fűszfalevelet, és a nem tudom mit még, nem tudom milyen olajat, akkor ezekben hordozom az áldást. Azaz, így a fal és az ember között valójában a szentség lakozik egyedül, amely adakozni akar majd az alsó irány felé, az az embernek magából ki kell űznie az önrány magára a megszerzést, csak is az adakozásban szabad maradni a teremtőben, mert akkor élje hozzá az összes ajándék. És akkor ezt nevezzük a falnak való, a fal megközelítésének, tehát mindenképpen tudnunk kell, hogy itt van egy munka, hogy megpróbáljuk megérteni, amire csak lehetséges, ami kicsi nyelménkkel, hogy miért is imádkozunk. Tehát mi az a hiány, amit meg kell ragadnunk, és amit rá azt kell mondanunk, hogy ez a legfontosabb dolog, amire szükségünk van, és akkor így kiszerezhetünk hiányt és erőt, és így lehet elérni azt, hogy ne legyen másban hiányunk. Tehát ismert, hogy az imának a lényege az az, hogy a Sekina számvezetésben van, és ez magyarázat igényel egyébként. Tehát írva van sok helyen, hogy a legfontosabb dolog, amiért imádkoznunk kell, a Sekina felemelése a porból. Tehát nagyon sok magyarázata van ennek, és amit meg tudunk érteni, menj egy királyság terheiből, hogy hogy vagyunk magunkra mindez, tehát hogy semmi nincs a világban, ami ne a saját célt, ne önmagában hordozna a célt, a teremtő szolgálatát. És ezáltal az embernek képesség kell válnia, elnyerni a vekutott az összetapadását a teremtővel, a mennyei királyság fényén keresztül, ha ők egyenes, akkor nekem is azzá kell válnom, és ezzel egy időben nekem állandóan teremtés gondolat kell magam előtt tartani, mert ő jó, ezekkel szerintem meg, hogy ő mennyire jóságos a teremtésével szemben. Azonban azt, amit úgy nevezünk, hogy adakozás a teremtő irányában, ezt az állapotot, ez ilyen hely nincs a teremtényen belül, amikor ő benne megszületik a kapni akarás. Ebből kifolyólag a többiekre képtelenek felfogni a koncepcióját az adakozásnak. Ez hasonló ahhoz, ami, hogyha egy dolog a porban hever, akkor és senki nem akarja felemelni, mert koszos, és ez jelenti azt, hogy a Sekina a porban hever, és írva van, hogy én emlékszem a teremtőre, és hogy fel akarom emelni őt a porból, és az ő fontosságát is fel akarom a porból. A város, mondja, ahogy az írva van, egy kisváros azt jelenti, hogy kevés ember kivételével hozzá tudok kapcsolódni a városban mindenkihez a teremtőn keresztül. Azaz, ahogy ezt az ősi bölcsek interpretálták és magyarázták egy allegóriában, hogy az ember legkisebb része az a teste, és azok, mielőtt a lélek szolgálata megjelenne, az embernek erőt kell merítenie a lélek szolgálatához. Ezt úgy kell magyaráznunk,
hogy Isten városa azt jelenti, amikor az ember valóban azt akar, hogy Isten bent lakozzon ebben a városban, akkor minden szerv ellen fog állni annak, hogy a Teremtővel egy helyen lakozak, az az adakozás munkájának az az, hogy valóban a Teremtő legyen képes dolgozni. Ez az alacsony rendűségből induló munka, és így a pornak az ízét kell a munkában megtapasztalni. Írva van, hogy a kígyó munkája eredményeképpen, hogy a legbestiálisabb állat vagy a Földön, bestiálisabb, mint minden valamire való állat, és ez azt jelenti, hogy minden, amit én eszek, az a por ízét fogja magán hordozni. Ehhez módon kell tudnunk, hogy az ember elkezd dolgozni a Teremtő érdekében, és az ember nem látja az önszerzőről való kilépést, és csak a magára irányuló előnyöket látja. Ez a munka, ez azt jelenti, hogy bármit, amit az ember tesz szemben, az ízetlen, mint a por. Ezt nevezzük úgy, hogy Isten városa valóban egész a mélységig leér. Azaz, hogy itt van egy részvétel a szentségben, azaz valóban a munka az önszereteten alapulva megjelenik, akkor valóban a tökéletesség elrejtése is megjelenik. Amikor az ember el akarja mozdítani maga mindent önmaga és a fal között, és akkor az ember elkezd érezni még a szíve mélyéről. Tehát valóban az embernek érezni kell ez a munka, csak úgy végezhet, hogy semmi önzés nincs benne. És ilyenkor megérthetjük, hogy miért kell imádkozni. Tehát elsődlegesen a sekináért kell imádkozni, hogy a porból fel legyen emelve. Ez azt jelenti, hogy nekünk adakozni kell a Teremtő felé, és kérnünk el a Teremtőt, hogy mozdítsa el a sötétséget. Tehát mi kérhetjük ezt, ahogy írva van, hogy föl kell emelni a szegényt a porból. Tehát ismert, hogy a szentség, ahogy írva a Zohárban, hogy felemeli a szegényt a porból a Teremtő. Ez annak vonatkozik, akik valóban hozzá akarnak tapadni, de érzik a saját alacsony rendőségüket, és ezzel egy időben kérni a Teremtőtől, hogy emelje fel őket, hogy a test értsen egyet a munkával. Tehát, hogy a kapnakarásban valóban az ember még nem tudja, mit jelent az ima, és ilyen módon emelkedjen túl a saját büszkeségén, azaz, hogy azon, hogy a Teremtőt szolgálja, és ilyen módon látni kell állandóan, hogy mások hibája valójában az ember hibája, és azok, akik az igazság útján haladnak, valóban el akarják érni az adakozást. Ők alacsonyrendűen mélységben vannak, mert látják, hogy a Teremtő segítsége nélkül nem tudnak túllépni magukon. És ilyen módon azt látják, hogy semmilyen dolog nem emeli fel őket, ezeket az embereket alacsonyrendűnek nevezzük, mert látják, hogy az adakozás nem tudják elérni, és ez egy másik oka annak, amiért őket alacsonyrendűnek nevezzük, mert nem tudják elérni az adakozás magasságát, és ezzel egy időben ők azt mondják, ami írva van, hogy az Úr magasan van, és elérhetetlen, és hogy valóban a porból kell felemelni a mélységből az Úr nagyszerűségét a magasságba, és az, ami alacsonyrendű volt előtte, az most magasan van, és magasztos, és elborzasztó. És ez azért van így, mert ők elkezdik érezni, hogy az, ami előtte az önszeretetben működött, az a büszkeséggel működött, és amikor érezték a büszkeséget ebben a munkában, akkor látták, hogy valóban mennyire szégyenletes az önszeretetben dolgozni ilyen magasztos dolgokkal. Ki adja meg az erőt ahhoz, hogy ez ember érezhesse ezt? Ez a Teremtő az, aki megadja ezt. Ezért mondjuk azt, hogy ezzel egy időben az ember mondhatja, hogy
hogy a büszkeséget dobd a földre, mert az adakozás ereje, ami alacsony rendű volt, most ennek kell a legmagasztosabbnak lenni, a legnagyobb érdemnek, és kitette ezt az emberrel, csak a teremtő tudja ezt megtenni, és ezzel egy időben az embernek ki kell jelentenie, hogy az alacsony rendűt föl kell emelni a mennyekhez. A sekin, a számüzetésben ez azt jelenti, hogy az embernek éreznie kell, hogy számüzetésben van. Azaz, mivel az embert új, kicsiny világnak tekintjük, és a 70 nemzetet magában tartalmazza, Izraelt is magában tartalmazza, azaz Izrael az emberen belül valóban a lelkében lévő nemzetek fogságába esett, azaz nem tud a saját önmagáért tenni semmit, csak a világ nemzeteit tudja szolgálni, a belső Izrael, és az Izrael gyermekeit jásár kell neki, ők egyenesen a teremtőre irányulóknak, akik képesek a teremtő felé adakozni, ami egy belső ember, és ez Rav volt, aki vele szólt, és most annak érdekében az ember megtalálja magában a kapni akarást, belül az emberbe, mondja Rav, és ennek megfelelően ezt úgy kell magyaráznunk, hogy Izrael számüzetésben van az emberen belül, azaz, hogyha Izrael számüzetésben van, akkor nem tudunk tenni semmit. Abba az irányba egyenesen a teremtőre akarunk irányulni, és a Sekina is számüzetésben van az emberrel, tehát mind a ketten számüzetésben vannak. Tehát amikor az ember zónásban van, mondja Rav, akkor is hinnie kell abban, hogy ez meghatározott céllal történik, a teremtő meghatározott céllal tette ezt, és a teremtő, azaz a Sekina is, bár le van válva az ember a spétásról, számítottan vele együtt, és az embernek át kell menni ezen az állapoton, annak érdekében, hogy stabilizálni tudja a saját megszerzési edényeit. És a Sekina is számítottan van, mondja Rav, azaz nem tud a Sekina uralkodni az ember felett, mert látszólag az ember kapnak rá, és uralkodik a Sekina felett. Ez, amiről Dávid király azt mondja, hogy ne a mi irányunkba, Uram, hanem a te irányodba, hogy a te dicsőséged, a te neved dicsőséged legyen felemelkedve. Miért? És miért mondják a nemzetek, hogy hol van a te Istened, és akkor a te Istened a mennyekben van. Akkor kér tőle, mondják a, kérjetek tőle, mondják a világ nemzetei. És nekünk a teremtőt csak arra kérhetjük, hogy kijöjjünk a számvezetésből. Ez lehetős annak, hogy ne nekünk, ahogy mondta azt Dávid király, hanem tehát ne a kapni akarásnak. Tehát mi valóban azt akarjuk, hogy gondolatainkban és cselekedeinkben ne ránk irányuljon, a mi kapnakarásunkra irányuljon Isten ereje, hanem arra, ami igazából fontos, hogy túl tudjunk kerekedni a világ nemzeteinek elnyomásán, az az, hogy a te neved, Uram, dicsőséget szerezzem. És ezért a Sekina többé ne legyen számüzetésben a porba taszítva, és hogy a mennyek királysága megkapja a dicsőséget, feltáruljon ez, ahol az ő hatalmas neve szentségbe emelkedjen. Ez a jelentése annak, hogy miért kell a nemzetnek azt mondania, a világ nemzeteinek, hogy az emberen belül, tehát mit mondanak ezek az erők emberben, az emberen belül, hol van a te Istened, hol van az ereje a te Istenednek, az a szívben és a lelkben végzett munkának az ereje hol van, és a világ nemzetei valóban az értelemben próbálnak meghaladni, ami Istenünk azonban a mennyországban van, azaz az értelem feletti hitben, amit mennyországnak nevezünk, amely felett áll az intellektusunknak, és miért hozta létre a teremtő az értelem feletti hit területét a munkára, tehát mi nem tudjuk azt mondani, hogy ő másképp nem tette volna meg, ez nem igaz. Ő azért tette ezt meg, mert ez okozza a legnagyobb örömet neki, és akkor ebből megérthetjük, hogy az értelem feletti hit munkája a legjobb út a cél eléréséhez, hogy képesek legyünk megkapni a fényt és az örömet, és hogy minden az alkotásban maradjon, és ne, és hogy kilépjünk az önmegszerzés állapotából. És ezt nekünk el kell magyarázni, hogy te kegyelmed, a te igazságod. Ez azt jelenti, hogy nekünk a teremtőt kell dicsősíteni, hogy emelje fel az ő nevét, az ő kegyelmét. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem minősége felemelkedjen, fölöttünk ragyogjon, és hogy valóban képesek legyünk megerősítést szerezni a kegyelem irányába, az adakozási edények megszerzése irányába, és ez megadja nekünk a formájézés elérésének a lehetőségét. Azaz, hogy képesek legyünk a fényt és az örömet olyan módon megszerezni, amely az igazság minőségét hordozza, azaz, ami az elmagyarázza a 10 fél a tanulmányában, hogy ezért kell, hogy az ő feltárulását igazságnak tartassuk,
mert ez valóban az ő akarata, hogy ő feltárjuk az ő útját, és hogy felfedezzük az igazságot az ő iránymutatásai mellett, hiszen ő csak jót akar a teremtményeinek, és ezért a korrekció valóban az Erampiron keresztül ér bennünket, amelyet igazságot nevezzük, ez a jelentése annak, hogy a te igazságod, Uram. Tehát nekünk azt kell látni itt, mondja Rav, hogy valóban meg kell vizsgálnunk azt, hogy a zuhanáson hogy tudunk túlemelkedni. És ilyen módon a legtöbb tanuló érzi ezt, mondja Rav, máig ez így van, hogy fél a zuhanástól. Az emelkedés az rendben van, de hogy újra és újra zónásba kell kerülni, az, és ez úgyis eljön elfogadhatatlanul gyakran, és ezért az emberek nem kell félni, hogy megsérül, vagy hogy érzi a zavart ezen keresztül. Tehát nyilvánvalóan akkor a felemelkedésnek hiányának a zavarodottsága valóban egy alacsony rendű állapotot eredményez. Tehát nekünk meg kell tanulnunk, mondja, hogy ez egy technika, hogy hogyan emelkedünk túl a szokásokon, a szociális nyomásokon és minden máson, hogy hogyan tudunk úgy dolgozni ezekkel a zónásokkal, hogy valóban ezek ne így zuhanjanak ránk, hanem valóban képes legyünk ezeket a zónásokat előrelátni, és fölük emelkedni, és ezáltal korrigálni az edényünket a zuhanás helyett. És mindez csak akkor lehetséges, hogyha valóban egy szociális nyomást érzünk magunkra, egyre erősebbet, és így tudunk elszökni a zónás elől, mert amink van, mondja, az az, hogy át kell mennünk a zónáson. Tehát jön a zónás, mondjuk, akkor mi történik? Én keresztül vagyok mindenféle állapotokon, jókon, rosszakon, csalódottságokon, stb. És ez nyomás alá helyez engem arra, hogy még többet tanuljak, még jobban kapcsolódjak a közösséghez, alávessem magam a dolgoknak. Nincs más választásom, mint az, hogy a nyomás alá helyez engem. A közösség, fizikailag is. És akkor végezetül mondja arra, én növelem a kapcsolatomat a közösség irányába, a tanulás irányába. Akkor miért kezd előre eldöntenem? Azért, mert félnem kell a zónástól, egyszerűen egy olyan módon kell, hogy a zónás félelme megérkezzen hozzám, hogy még a félelek is a zónástól, persze nem így akarok a teremtő elé haladni, én nem tudom, mi fog történni természetesen, de mégis a zónás a jóhoz vezet engem, ezt kell tudnom minden pillanatban, és így kell a rossz felől haladok a jó fele. Ez világos, mondjam? Tehát egyszerűen nyomjuk magunkat ebbe az irányba, hogy egyre jobban összenyomódjunk, összekötődjünk, és akkor látjátok, hogy a dolgok hogy mehetnek jobban. És akkor átugorhatjátok a hegyet, hogy mondja az énekek énekében, mondja rá. Valóban így kell megtenünk mindent. Próbáljátok meg, mondja Rav. Tehát próbáljátok meg előre olyan mértékű összekapcsolódásban lenni, hogy a bestiális félelemt az zónástól ne érezzétek. Mindenki a saját módján. Ez a lolismából a lisma. Tehát egyszerűen, mondja Rav, így próbáljátok meg előre aladni. Ez az, hogy mi nekünk tanulni kell. És akkor a szokássá válik, a második természeté válik a szokás, tehát nekünk minél jobban használjuk ezeket az edényeket, annál jobban fogunk ott érezni. Tehát amennyire mi képesek vagyunk, koncentrálnunk kell a gyülekezetre, arra, hogy összegyűjtsük az erőinket. Ebben a hatalmas kapcsolati pontban még több kapcsolat, és így megyünk át a zónások felett. Ez az, ahogy mi képesek leszünk felépíteni magunkat. Azt is meg kell, hogy értsetek a cikkekből, amiket olvasunk, amiket néhány nap ezelőtt is olvastunk a templom lerombolásáról és felépítéséről. Oké, és akkor most átadom a Tamásnak a fordítást. מה יש בזה שאנחנו מנסים להתחבר
שדווקא מושך פנימה את מתוך שלא לשמה באים לשמה. כי יש הרבה כבר... רוצים להתחבר? רוצים. למה רוצים להתחבר? עדיין אנחנו נמצאים במצב גשמי, זאת אומרת אגואיסטי, שאנחנו לא רוצים ירידה. נו אז מה? זה המצב טבעי שלנו. ואנחנו משתמשים. הירידה הרוחנית אנחנו לא רוצים. כן? אבל אנחנו פועלים לא מטעם גדלות הבורא, אלא מטעם פחד מירידה. מי שיכול לצרף לזה גדלות הבורא, בבקשה. מי שיכול חצי חצי או במשהו, בבקשה גם כן. אבל כולם עובדים כדי לא לירידה. Hogy talemek egyenes, nem a tuhanás mérik a teremtővel, van nyilván velük van a tuhanásokból, és nem tudom, hogy mi egy más módon fogunk tudni, aki nem érdekel a teremtő nagyszerű, és nem törődünk vele. De amikor én érdekel az ott, akkor az már más. Készen állok, hogy valóban erre gondolok. Annak megszólalán működik mindig, amilyen szinten vagy. Mit követelsz tőlem? Kérdezik. Nem jelent, hogy miért különbség egy kovács korszak között, amikor megszólalán. כי איזה יום צ'ופורט כזה תגיד רק מי הקרושי איך מקריק הפיין אז איזה שמיד המקריק המשהו כן זה סוף שזה קלפיין אבל לא בסדר פילוסופי איזה הם כאילו עם שם בגלל זה לא רוצה אז כמו אתה יודע אני גם כאן אני שם תולע את פוטום פיידרו בלו אוקיי כן, לא הסתכלו, אני לא נשמע מה שום דבר אני יכול להגיד לא, זה התפעלות מרוחניות זה הרבה צודש, אתה יודע, לא, יש לו פער בלו כתבירות גם, אני לא זאת חושבים כאן אם כן, זה רק זה דרך תו, יעסיק להם הכיום בזה פיידרו מתוד סיידן különböző hibákat, korporizációs hibákat. És ezből bizony a nyomás kapokat. Minek úgy is lehet ilyen, mert különböző nyomásokat. Ez a csoporttól jön, nem tőtől jön. Érszegyük a kapcsolatot a teremtőben. Hát ez a film. Nem én is tettem. Tehát így kérdeznek, hogy teremtő. A csapásokon keresztül, bölcsokon keresztül, és próbál fejleszteni és tanít minket. Mivel a teljes, hogy megtanítsd minket, hogy a teljes korrekció kapcsolatban van. Akkor a teljes lelkületet ne próbálok tenni. Hogy a teljes lelkünket összegyűjtsük. De miért nem akarok én most összekapcsolni? Csodálatos, hát kapcsolód. Most. Félek. Ez az oka. Különböző dolgok hoztatok. Nekem a kapcsolatban kell lennem, és felhasználni. Boldognak kell lennem, mivel ok, hogy összekapcsolatokkal. Nem, hogy az én célomnak kapcsolatban a saját időmet használom, tudatlan szamaramban, és látom, és különben nem lehet képes megtenni. Csinálok, hogy irányítsam őt a kaka felé, hogy elvezessek a szamarat, a kapcsolatot, ez egy spirituális sárkérdés. És ők, hogy hogy fog lekerekedni. És én pont
azért kérem téged, de most adj egy más meg ezt a másfajta stimulálást. Ő nagyszerűsége, rohagy. Pontosan az ellenőrzését mondom, hogy csak megérteni. Teremtő elrejtésben van, és így adom ki egy átjárót a kapcsolatot, ahol boldogok lehet, mert megszerűs vágyunk ellenére, és amivel elérhetjük őt. Kutcsorázom, és a meglepetés fog tovább. Azért, hogy érezze meg tárgyat, és elérkezett a kapcsolatot, és érezze, hogy csak a kapcsolatot, amit meg kell tenned. Most egy csoporral próbál kapcsolatni, és érezze, hogy jót okoz. De mennyi ideig? Tehát, hogy akár csak egy pillanatra. Folyamatos dolgozat kell. Mindent, hogy minden az el helyes kapcsolat. Ez a kapcsolat megváltás, az mind a két. Mondjuk azt, hogy valóban a kapcsolat. Tehát, és a kapcsolatban segítségbe esek. De minden töfök. Tehát, nekem kell magam a fény. Látnak kell, hogy te magadtól nem tudod. Mondjuk, sok kő van a vízzel. De nyilván van. Elérkezünk, hogy összegyűjtsük a bimára, hogy magunk most rekordban a fény, tehát mi dolgozunk. Egyet van, hogy a teremtő bimátkozott, hogy korrigálja minket, és megadja a képest, hogy megérkezzünk neki. Mi érzéseink fölött. Ennél több is nyilván, de egyetlenül kezdjük el ezzel. Tehát amikor mondjuk azt, hogy a Lolismán vagy a Lismában, akkor ott ugyancsak a teremtő teszik? Akkor nem vagyok leválasztott a teremtő? Valóan. זה בדיוק מה שהדליק אותי שאמרת שבא אמרת אני שמעתי אותך אומר משפט שכל אחד בפנים עדיין מפחד מירידה כן מה זה ירידה ירידה בכל זאת עדיין אצלנו ברצון זה הרגשה לא נוחה אז זה בדיוק העניין, שכאילו יש איזו הרגשה שאנחנו מתקדמים וכמה שאתה לא... פה כזאת השם כשמע, אבל אין הרכב להתראית בגן שמעט פה כזאת השם לא חשוב כמו את עוד הקודש וכסולה בעיות רק מי אז עוד הקודש מי יתקד הוא ינק את סנטני זה הסרם זה איך הוא זאת נקד שאני בטוח בתוך העשירייה שלי והקטי שאת מתה הוא יכון בעשירייה יותר חשוב למודות הכאב של הירידה לא יהיה זה קרוב האמת אתה רק פריק ואני עזר בקודש פוזיטיב יש נגטיב זה שאת מלך לקרפיס כאלה nekünk kell rájönni, és hogy használhatjuk föl. És hogy én hogy léptünk az akiségében, ez pont azt mondja a barátunk, így kikapcsol engem, akkor hallom őt, mondja, hogy... Igen, mivel az duhamás, ez mindazált a rossz a megszerzési vágyadunknak, és ez nem egy kellemes állapot. Tehát pont ez az érzés a fejlődésünk során. Minél jobban fejlődünk ezen az úton, valahogy megértjük. Vestjárás, hogy... Tehát megkörül szakni.
למרות שאנחנו לא מסכימים לעשות פעולות השפעה, גם כן לא מסוגלים לעשות פעולות השפעה, גם כן לא רוצים לעשות פעולות השפעה. גם לא רוצים לחשוב. כן. אתם לא עושים את זה ככה. זה אמבר. ודאי שכן, בצורה טבעית. אוי, הגוף מחייב. הייתי דק קדוש. כלום בזה קיצ'יק, אני באת את זה על ליבן. מכוונת. אני כעסתי אותו לא. אתם תחשבו על החבר. אני רואה כזה סמי סמולי. שזה... אה, זה... זה הגיוני, מה יש לך עוד לעשות? כן? השאלה, איך אני יכול לדעת שאני עושה לך את רוב כמובן? Mivel ezt meg tudnád mutatni? Meg tudnád mutatni? Azt eljöttek, hogy kérlek, tett meg. Ezt a csoportban közásában. Mert ez egy hely. Adakozni tudsz. Amit el kell végezned. אנחנו יכולים אפילו לעשות כל מיני כאלה דברים, אתה יודע, מי שלא פועל תוך Nem mondhatod. Nem. Csak legyen rájtikus. Én értem, hogy... Hogyan tudjuk, hogy meghozunk nekik? Kérdezem, látom. Én a barátokra tekintek, és látom, hogy örülnek, hogy élvezik ezt. De teljes volt kivettől az ücsességgel vagy a barátok is minden. Amit, tehát ez az ő természetes örvendő. A világban van. A jó és a rossz, az még megérjük neki, nem? Arra, hogy ezeket a dolgokat. Az ember csak a néztél, amit a személyben lát, de mi nem vagyunk sosok. A teljes völd, kivatott, én nem tudom annyira. Én csak egy dolgot tudom.
volt egy törés. Össze kell kapcsolni összes töretét. Ezért a kapcsolat a csoportban. Amit a reformon szólni kell. Ez a mi útunk. Ez egyszerű. Meg kell tenni, hogy lehetséges. Elvítést, hogy magunkat is csoportozunk. לפני כמה ימים למדנו את המאמר הזה להפיל זרם בגויים ומאז אני חושב שציינת אותו כן אני גם כן עכשיו זה רק קרן מעניין אגו שאתה מודם כזה זה מינדן עמית מקטון תני אז מה כן, בזה יקיד שמי נפוך שגיד לי hogy mi az, ami előnyt okoz nekem, mind a számításokban vagyok, hogy mi az, ami előnyt nekem, és mi az, ami a megfelelési vágyam. De miért nem teszitek meg? Kapcsolatok erősebben. Ki van töltve az ördítőségben? Gyártok, én nem tudom. Kaborban, ahol megpróbál érteni, hogy azt megtesszük, akkor megjelenik komplexit, a reform már a fény, mert egyébként vagyunk képesek közel kerülni. Rásod, de értitek ezt a problémát? Értitek, hogy ennek ellenére közel, nem éreztek semmi problémát. Utasításban vagyunk egymás felé. Nem. Szeretem a barátomat. Micsoda csoport, micsoda a egész csodálatos. Még nincs meg a minimális sem a gondolatnak. Azt a kettőt elkezdem érezni kellemetlenséget, de tőlítem magam. Sem kötelez nekem, hogy közelebb kerüljük. Hogy fiúk között kerüljétek közelebb egy és közel következő következően a zuhadást. Szerintem az elhíséle út felé, nem is akkor róla. Jó kérdés. Na, néhány nappal ezzel. Azt mondta, hogy ő minden és nem több feltárulása. Tudjuk, hogy meg kell magyarázni, hogy ezeket történt ezzel a kapcsolatban belül. A visszautasításon keresztül a leválasztott csapat. Ez egy rövid cikk, pár bekezdés. Igen, de hogy ez egy hogy miért cikkeződött. Ez segített a spirituális felekben. Ez van néhány cikk. Tudok tízelni a szívírás. Kell próbálni felekben. És még jobban állni. Sokan mamás lakac. ולחץ אתם לא תוכלו לעשות, רק האור העליון יכול לעשות לכם. אין קורא בטירה כבר רב. אתם לא תוכלו לעבר ביניכם למרחק יותר ממה שהאגו שלכם מרשה. רק בן לדעת, יש אקזקי שדוח כאלה ראיתי. סי, למה קורא את הקרב קודם? בקורא את זה. מי יהיה משקל תוכל כאלה? מקטנו כאלה קבשו הזאת? וכמה שאני אתחלק איתו במה שיש לי וכמה שהוא מרתי.
וכן הלאה, עד גבול מסוים. שזה נקרא חברים ככה, בכללות. יותר מזה לא. ועשתיקים איסורים גדולים, כדי שיהיה מרחק בינינו. Ez a dolgatunk. Egyszer már ott van, mi tízesek meg vagyunk. A vastalát szerint hagyjuk én. És hogy milyen feladatú iskolázat meg kell tennünk, hogy ilyen nem helyes. Én különböző képem. Te elvárt valamit, vagy sem akart. Válaszolj. Igen. Ez az zárás. Egy hiányt okoz benned. Elvárás tulajdonképpen. Nem érted. Ez a... Megváltatni a közöttet lévő kapcsolatban. Hiány, amikor ilyen kegány a kapcsolatban, lévő kapcsolatban, az erőfeszítő keresztül, hogy magad, akkor magad a reformál a fényt, és ez a módon. Tehát van egy hiányod egyfelől, és a reformál a fény egyik oldalról, és elkezdi szólni. Szándék vagyok ide, ilyen szándék létezik, mint mindenkit. שאתם דואגים שהוא ממש נמצא בסכנה. נקד ארבע שגע. רודי נומש. שוקרה איש. זאת פעולה שחייבים לעשות. פיין, נתי, נק. תעמוד. בסדר. שמעתי כבר הרבה פעמים. כן, נק, 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 és nagyon ellentét fog felvenni. Egy bizonyos szint után nem tudjuk elmondani a barátunk, hogy mi történik velük, hogy ők megölelni. Na most... Tehát már majd behatárolhatság itt. Hogy ez a barátunk, hogy viszont hozzá. יש אנשים שאם אתה עובד איתם ביחד, אז באמת יש גילוי הכרת הרע ואתה ממש זקוק את הכוח. אז יש הכתרו לא נכון. זה ולא יש הכתרו. מי עוד פעם את לא בורק? כאילו די נעש את זה. זה פשוט עדה עדה. גם לא יודע, אנשים שאתה עושה את זה. אני מכיר, נכון. יש מי. יש אירניה קורחדו. בעולם הזה אתה עושה. ומה יש אירניה בה? לזה אני חושב גם נתנו את אורך. עכשיו, כשאני יושב בעשירייה, איזה חמודים שאתם... יפה פוטנק. יש לי איתם. כי אתה לא הגע... מי? שני פעם. אפילו כמו עם המשפחה שלך, אתה לא נמצא איתם בקשר. איך אני שואל, איך אני יכול להיות בקשר? נגמר השיעור, אנחנו לוקחים על כל אחד הולך. מה, זה עניין הביתה? כמה דקות ביום אתה רואה את אשתך? תסלח לי. מה אתה צוחק? לא בטלוויזיה. מי? Van, de milyen csehre? Kezdjétek a kapcsolatot csehre. Kezdjétek el összekapcsolatot. De milyen? Megpróbáljuk megérteni, amit mondta. Próbáljuk megvalósítani. Rá? Meg kell érteni, hogy באמת, זה מספיק. עכשיו, פה, אתה צריך לקבל את הטלפון, אתה צריך לקבל את הטלפון, מינדנקי. מינדנקי, אבל כאן אתה נמצא איתנו בקשר, ויחד כולנו לומדים. Hogy minden nyomás csapás ellenére
összekapcsolódja a múlt, és elhozza az erőt. Feseit, és a csoport pontjában megjelent ebben a fék. Próbáljátok, meg tud közel kerülni a sok. Szerintem az valóban benne lenni, aggódni, mintha ez egy, közös gyereketek lenni. Úgy aggódni, hogy az anya aggódik a babáját. Úgy tűnik vele, hogyha valóban egyfolytában veszélyben. Folyamatosan örködni kéne. Amit meg kell tenni. És a tény, hogy... Nem tudod meg az erőfeszítés, akkor mindig a kapcsolatjában van. Úgy kapcsolódni, hogy most tudnád, hogy elformál a fényet. De érezd, hogy nincs elformál a fény, akkor valami ilyen. Most is szok kérdezni. Én nem vagy bajom, hogy fogalmazom a kérdést. Próbáld meg, hogy segíteni. Vannak emberek. Hogyha értünk, feltenelesen megpróbáljuk úgy megerősítést, hogy összekapcsoljuk. A családban is meg kell jönni tőlük folyamatosan. Azokkal kapcsolatban. Rokonnál ismerem őket. Ebben a világban. Látom a kétes, ott ülök, várom órát, még összekapcsolatok. Még a családoddal is oda igazából. Ez a kérdés, hogy jönnek, még így jobb kapcsolatok, miért? Vége lesz, kérlek, minek hát. Mennyi volt a feleséged egy nap, kérdezik? Mint ha azt mondja, hogy nincs kapcsolatban. De mindenki, aki dolgozik, tanul, vagy hazaérkezik. Mennyi időt lehet a család? Elváltottam, hogy aludt. Tehát nincs több időt, mint 24 óra alattán. És hogy kérjem a teremtő segítséget. Nem kell különködni folytában. Nyilván a családodra is ilyen történet. Itt kell részt venned, amikor képes. בובה הזאת, כן, זה בובה, כן, או מה זה? פשוט קל לראות את ההשפעה של החבר, שההשפעה הזאת היא מתלבשת בתוך המעשים. לכן זה... לא, נו, תחר מורת אית. זה לא... בפעולה. הכל במחשב. פעולות זה פעולות. קום, זה לא בציק כאן, קום, זה קום, זה קום, זה קום, זה קום. A legfontosabb, amikor nem van barátok, akik a gondolatban. Megtart a szándékot és a barátokat. Tehát, hogy nyilván nem lehet sosnak egy sorban is kapcsolatot. A gondolatban is a szándékokon is szeretnék. Mert minden, ahogy írva az az érzelődik le. Én még mindig azt érzem, hogy az emberek nem helyen más magadra, hogy egy kapcsolatban legyen a barátokkal. Ez a legfontosabb. Annak, amikor korábban, amikor az embereknek terjesztek, akkor hogy jövő? Akkor még csak nem fontosak magyarok.
Ez hozzá a való korrekcióját. Ez hozzá össze újra a törött részeken. A reformáló fények. Ez az, ami megválódik közöttük. Fölemelhetőt a borból, a leválasztottságból. Fizikai kapcsolat nem ad hozzá semmi. Nem. Ez az emberi... Düsseldorfban, Londonban, Jeruzsálemben, Ausztráliában, Rigában, Kliuszban, Haderában. Látjuk őket a képernyőn. Együtt vannak. Látják az egész virágot a legszépen. Odesszát, Kirjárgátot. Ki nincs. Nem érdekes, hogy hol van. És még... Képernyőkön keresztül... Még a képernyőkön is képes, hogy összekapcsolódni. És a kapcsolatok együtt. Hát mi hiányozna? Látni az emberek, hogy rohangjanak a Pokémon. Nehéz leírni ezt a... Nehéz egy csoportot. Egyszerűbb látni a... Egyszerűbb látni a barátok cselekedet. Ez egy mutató szám, hogy akkor nem adnak adó. Minden... egymáshoz visszálltak utat, és látni fogjátok, hogy jelentek egy helyet. Látni fogtok egy helyet, döntünk között, egy állapotot, ami egyre közelebb. Ez meg a visszautás komponense is, meg lehet is, és ennek ellentéteként a csoportban, a könyvek által, és a De ez nem elég nekünk, magunk cél, hogy segítsenek a kalba. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy mi ez a követelés, és kell tennünk. Mikor vagy telefonban szét? Mi arra a csoport közül a számokra? Keresi magukat, elmondja, de a politikai módon beszélni erről. Ennyire Simónak kell árulnia. A törésre Simóinak.
elke, és alkalmaz. Érezni fogjuk a felemelkedést. Ez tőlünk függ, hogy mennyit az elségét. Nem a korrekciót, hanem fényjel. Minden keresztül fog megtörténni, amit mire a fényre hívunk. Tőre, akkor nekem fordunk váló fény. Ez olyan, mint hogyha egyfolytában nagyit nagyit keresnék valamit. Egyfolytában kell, hogyha az újjelben sem, és hol bukkahatsz fel. Fejezni a korozatát is én úgy. Tehát van egy elsimom egyfelől. Én megvan a legem, hogy a csoportból magamra fogjam a fény. A fény és elsimom. Mi van ez kicség? Mi van ez egyben? Szabad vagyok ezáltal. Megvalósítatok, megvalósítatom a szavasom. Menjétek előre, és ezt el kell érni, hogy el akkor a korodban hagyjuk végre. Mindjárt érzik akkor, hogy erre keresünk. Mi nem keresünk a korodban. A fény, akkor erre simon. Mint egy a fényel világít napban. Hát ott, hogy egyre mélyebb fény, mélyebb a lyuk. Mert minél több az is vizsgáltat tud végre, akkor érezni erre sem okod. Mert ez már te gyorsított föl. A simok feltállása. De vigyél, és a fény fogják megtenni. Fény elhagyja a percet, és jön a megszorítás, szóval is a másztat. Ezek a kapcsolatokat, hogy a normál fény, de azt jelenti, hogy erre a fényt keressük. Igen. Ez a csoporttal, hogy hát kötözöttünk lévő kapcsolatban, a csoporttal, és ez valóban fölébred. Feltárja. Látjuk a világot. Bonikra mi a Zohar. Zsor, 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 Zsor